sportkedvelők, újságírók és mindhárman a Médiacentrum munkatársai. Azt hiszem, hogy sokaknak nem kell bemutatni a következő vendégeimet, de azért szeretném, hogyha egy icipicit jobban megismernénk őket, hiszen nagyon sokszor lehet őket látni, hallani és olvasni az ő írásaikat. A stúdióban köszöntöm Kaiser Tamást, Somos Zoltánt, Ákos. És német Ákos. És német Zoltán. Nem ért rá a Zoli. No, igen, hát igen, azt hiszem, hogy egy jókedvű beszélgetésnek nézünk elébe. Ezt az Ákost, ezt majd megbeszéljük később. Nagyon régóta szerettem volna feltenni nektek azt a kérdést, hogy nálatok Mizu, és most végre eljött ez a lehetőség is, hogy tőletek is megtudjam, megkérdezzem. Egy picit beszéljünk a jelen helyzetről a ti munkátokban, életetekben, hogy befolyásolja a mindennapokat. A nézők kedvéért elmondom, hogy március 17-i dátumot írunk, ezt fontosnak tartom, mert mire a műsorunk adásba kerül, addigra lehet, hogy változnak dolgok, illetve bízunk benne. Tomi, nálatok Mizu. Hát, idefele gondolkoztam ezen, hogy ez meddig szóba kerül, és ugye ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, az nem feltétlenül nyomdaképes, úgyhogy nem mondom ki, mit gondolok erről az egész helyzetről. De adásig még változik. Rosszabb lesz. Úgyhogy, hát ugye, mint gyermekét egyedül nevelő édesapa otthon, De ezeket azzal együtt, hogy élvezem, ez baromi jól is hangzik. Tehát, persze, csak ez nőzős, igen. Igen, hát... A telefonszámát majd kiírjátok ide. Vagy a cáblaszám, mert utalni is lehet. Úgyhogy, hát nyomjuk ezt a... Mi az online oktatás? Én szerintem egyébként sajnos az év végéig ez így marad. És hát tavaly már ebben volt rutinunk. És most már okosabb vagy? Vagy azzal a különbség. Tanulsz? Hát figyelj, más, mert azért tavaly negyedikesek voltunk, most már idén ötödikesek vagyunk, úgyhogy éppen most tanuljuk ugye a gyakorlatilag. Amint a felsőbe léptél akkor. Igen. Töriből most tanuljuk gyakorlatilag. Magyarok jöttek, levédi a vérszerződés, minden van, úgyhogy... Egy kis ismétlés. Egy kis ismétlés a tudás anyja, úgyhogy hát nálunk így gyakorlatilag ez van. Kislányod egyébként, ugye mondtad, hogy digitális oktatás van nálatok is, ő a számítógép előtt, tehát rendesen órát tartanak neki, vagy kiadják a feladatot? Hát nyilván a kamu órákat nem tartják meg, és azt nem is bánom egyébként, hogy most ott énekből, meg technikából, meg tesiből nem kell ott ülni a gép előtt, a fontos, hangsúlyos, tehát magyar nyelv, irodalom, angol, töri, környezetismeret, matek, ezeket megtartják, úgyhogy minden nap van 1-2-3 óra. Nem meg lehet nézni, a Kajzi az apuk, aki egyszer fecskében jön, így keresztül hátul, és utána írja, hogy... Nagyon érdekes, hogy mekkorát változott egyébként a világ tavalyhoz képest, mert tavaly még egyáltalán nem zavart el, mint amikor órája volt, hogy én ott voltam. Most már gyakorlatilag külön helyiségbe kell lenni, tehát nem lehet bemenni, én nem is hallhatom, úgyhogy nem mászkálok fecskébe, alapvetően. Nem szeretem a fecskét, otthon. Boxerbe vagy. Egyébként. Ilyen kis sportgatja. Nem, hát figyelj, neki már megvan a kis saját, kis 11 éves, tehát... Ja, hogyan látom, mert felsős. Igen. Nagyobb lakásba költöztek a Kajzék, aminek egyébként mindannyian örültünk, mert azért évente egyszer súlyt fektetek rá, hogy költöztethessem a vagy őt, vagy bárki mást. Amióta együtt dolgozunk, azóta ilyen 6-8... Tavaly nyaraltál! Igen, 6-8 költöztetésnél többen nem vagyunk túl, de ebben egyéb kollégák is benne vannak. Úgyhogy ezt is vállaljuk amúgy, a telefonszámon lehet jelentkezni, hogy meg bútor összeszerelés. Igen. Jó, akkor most még nem menjünk bele abba, hogy a sportban egyébként Mizu, azt egy kicsit későbbre tartogatom, nálatok... Nálunk. Hogy zajlik minden, ugye Ákos, oktatásban Zoli, most nem kell neked így nagyon segíteni. Hogy gyereket nevelek egyedül? Na de négyet nevelsz azért. Hát nem velem élnek, illetve hát ez se így van feltétlenül, ugye, mert amelyik veled él az abban a lakásban, de ahol keveset vagy. Igen, én elváltam is, ugye nekem négy fiam van, de már nagyok, a legkisebb is 15 éves, és éppen látható volt nemrég az Én Petőfi TV játékban, ugye telekis, mindannyian telekisek voltak, a legnagyobb pedig már 23 éves és egyetemista, és hát van egy másik egyetemista fiam, aki Szegedre jár, de ő viseli a legrosszabbul, hogy bezárták az igazi oktatást, úgyhogy ő néha az én lakásomban állomásozik, mert otthon akkor nem zavarják a többiek.
de hát teljesen önellátó, én pedig ugye Pesten vagyok elég sokat a mostani párommal, és ott is van két gyermek, akik viszont kőkeményen benne vannak, igen, a digitális oktatásban, úgyhogy ezt meg tudom erősíteni, amit a Kajzi is mondott, hogy hál' Istennek a nagyobb gyerekek jobban viselik, tehát ott egy a Kajzi kislányhoz hasonló korú kisfiú van, és egy gimnazista lány, de mind a kettő teljesen önállóan működik. Mi csak azt szoktuk tudni, amikor éppen nincs órájuk, mert akkor részt vesznek a közösségi életben. De lehet két macskátok. Ja, nem is, látod ezt? Na, tessék! Akkor Pinyő ezt meg tud mutatni? De ezt tegnap először mentem úgy, hogy a két macska már kicsit szocializálódott. Ez a kisebbik macska, ő volt az, aki gyakorlatilag egy repülőrajtról indult rólam, és ezt így itt hagyta a nyomát. Úgyhogy igen, tehát ez még nem a pandémia kiváltotta öngyilkossági kísérletnek a nyoma. Lehet, hogy majd, ha ez elhúzódik, akkor előbb-utóbb az is lesz, mert azért ez tényleg már nagyon nehéz tűrtöztetnie magát az embernek. Hogy... Na, ezt akartam kérdezni, hogy egyébként téged személy szerint hogy érint? Borzasztó. Hál' Istennek olyan értelemben jól, hogy még ezt lekopogni, nem volt semmi baj egészségileg, meg így a szűkebb, tágabb családi, baráti körben sem nagyon, viszont hát na, tényleg szerintem mindenki a saját. Most miért néztél így? Hallgatom a sztorikát. Hogy hívják a macskák? A macska sztori az tényleg nagyon érdekes, mert elmondom, tehát jól viseljük a korlátozást, kivéve, hogy sehova nem lehet menni, meg lehet örülni, viszont futni még lehet, és az nagyon jó. Tehát kérlek szépen egy anya-lánya, vagy anya-fia macskát hoztunk el az egyik menhelyről, és ott úgy hívták az anya macskát, hogy Hope, és a kis feketét, hogy Luna, bár fiú, és akkor utána először úgy döntöttek a páromék, hogy átadják a Luna nevet a nagy macskának, mert jobban illik az anya macskára, és Hádész lett a kis fekete, és most mire tegnap hazaértek, kiderült, hogy a Lunát is megváltoztatták, és most az anya macskát Vodkának hívják, nem én voltam. Akkor jön pedig Sputnik vér. Vodka, mint macska lér. Igen, úgyhogy most van egy Vodka, meg van egy Hádész. Na jó, hát örülök, hogy legalább ti így a jól megszokott párosunk, a jó kedveteket nem vesztettétek el így a pandémia alatt. És hát nálunk a Krisztiával még a komor ember. Szavát nem hallani. Most mindjárt lehúzom a műsor. Kérlek bátran. Most kezdődik a Csehov egy most felvonásos most jön a lamentálás. Szomorkodás. No, kezdheted. Nem jó. Nálad Mizu. Pilisben mi van? Nekem nincs gyermekem. Nincs és macskát sem. Nincs, az se, de az tényleg le a kalappal egyébként a gyermekes szülők előtt, mert nyilván azért az is sok múlik, hogy mondjuk a tanárok mit adnak át a cseten a digitális oktatás keretében, de hát nyilvánvalóan a szülőkre is óriási felelősség hárul, és tényleg együtt kell tanulni a gyerkőcszám, mondjuk egyébként is szokás. Nem árt. De legjobb családtanácsokat egyébként Krisztián tudja adni, nagyon igen. Tapasztalt. Igen. De tényleg, szóval, hogy ez biztos, hogy embert próbáló feladat, nekem nincsenek, mert tudomásom szerint nincs gyermekem. Tudomásom szerint. Tényleg viccet félretéve. De a hétköznapjaidat egyébként hogy érinti ez a helyzet? Mennyire, hogy nincs gyereke? Mennyire? Gyerek, nem? Óvod magad. Én óvom magam, hát én alapvetően ugye hipohonder vagyok. Tehát én az első hullám alatt többször lábon kihortam minden nap ezt az egészet. Nekem ez rettenetes volt, de hát... Szerencsére én is lekopogom, ahol tudom, lepokogom, hogy nincs tudomásom arról, hogy megfertőzöttem. De ehhez képest simán csészét cseréltél velem egy perccel adás előtt. Igen. Nem félsz, hogy beleintem a tejgyöntőbe. Úgyhogy azért nekem nehéz volt az eleje, tehát rosszul voltam, nagyon. De érezted a tüdődet, ahogy kezdődik. És a munkában például egyébként. Mennyire érzed a hatását? Jó, azt majd mindjárt megbeszéljük, hogy a sportrendezmények ugye nincsenek. A pandémiának? Nem, a hipohonderségnek. azért figyelj már, Krisz, azért néha ki kell menni egyébben sem, még az átkapus is. Hát igen, kéne. Nem, hát ez nagyon nehéz. Nyilván szerintem ezt a sportolók is osztják, hogy azért nézők nélkül sportrendezvény az. Ez egy ilyen félkarú óriás, de hát ez van. Első az egészség. Egyébként ehhez képest szerintem az állapotokhoz képest szerintem egész jól állunk itt a sportrendezvényekben, nem véletlen hoznak ide BL-t meg mindent. Tehát ez más kérdés, hogy ember nem láthatta a helyszínen a kényszerű okok miatt.
ami a munkámat illeti, ugye amellett, hogy itt is maradtam, ugye a Fejér megyei illa főállású munkatársaként ott dolgozom elsősorban. Hát ott meghozták azokat az intézkedéseket, amiket szükségesnek láttak, tehát elrendelték a home office-t. Most a harmadik hullám, amióta beindult, azóta a heti nagy értekezletet is online formában tartja meg a szerkesztőség, tehát nincs kontakt a munkatársak között. Jó, hogy ide bejöttél. Igen, és akkor most ugye bejöttem. De alapvetően én a végletek embere vagyok, tehát én nagyon társaság is vagyok, meg nagyon antiszociális is tudok lenni. Tehát nagyon jól el vagyok. Úgy a értem, kettő között egy fél pohár sör a különbség. Féleti korty. De olykor oda-vissza is járható az út. Igen. Tehát az antiszociális... Nem tudom, meddig jutunk el az adásban, tehát vannak publikus, meg kevésbé publikus történetek. Inkább kevésbé publikus. De hogy tehát én nagyon jól, az antiszociális létem az abban nyilvánul meg, hogy én nagyon jól el vagyok egymagam is. Ezért gonfoziztam saját magammal sokat gyerekkoromban. Dettó. Ellenféle sosem ment magammal, nagyon jó. Én is játszottam volna magammal, csak mindig ott volt a tesóm. Úgyhogy mi ketten játszottunk. Jó, mondjuk tesóm is, meg apukámmal is játszottam, de... Van tesód? Igen, van egy öcsém. Sosem. Nálatok Mizu. Nekem húvon van. Egyszer voltunk, most épp a napokban osztotta meg Kajzi, ez gyönyörű emlék, a sportszerkesztőség elment csapatépítő. Az nem annyira publikus. Pécsre. Nem, ez csak azt a történetek, ami illusztrálja a Krisztián szociális és antiszociális szakaszai, olykor egészen elmentünk egy szórakozó helyre, ott először nem volt semmi, aztán összebarátkozott néhány pécsi óvónővel, vagy nem szülésznővel. Tanultak. Szülésznőnek tanuló ifjú hölgyel. 4300. Akkor... Annyi volt a kör. Akkor utána, te fizettem? Azt a kört én fizettem. Akkor utána nem volt antiszocza Krisztián, de utána a lányok valamiért leléptek, és akkor megint antiszoc lett. De akkor nagyon morcosan. Hát, amikor de már... ők jöttek oda egyébként. Igen. Tehát, hogy ilyen, van ilyen, hogy tényleg az ember magának való, de van az a társaság, ami kihozza belőle a jót. Igen. Jó, mondjuk a ti társaságotok belőle, mindig a legjobbat hozzak. Na, pont a társaságot akartam kihozni, mert azért nálunk azért van egy olyan csapat, egy olyan közösség, hogy mi azért eljárkálunk együtt, meg online is akár megszervezzük ezeket a kis találkozókat, mert hiányzunk egymásnak, és ti egyébként nagyon jó barátok is vagytok. Várja, nekem a sör hiányzik. Ja, igen. Csak ökörészik magába. Igen, ez a munkából fakadó barátság, ez hogy néz ki? Ugye ez látszik is, meg ez az örökös humorizálás, ami egy kettőtök, illetve hármatok között van most, hogy Krisztián most nem sokat van velünk így a hétköznapokon, most kicsit te is hiányzol nekünk. De ő ritkán humorizált. De hogy tényleg, tehát mindig tőletek hangos a szerkesztőség, az biztos, és nagyon sok olyan helyre is eljártok így együtt, ami mondjuk nem feltétlen így a munkához kötődik. Hát sok. De most tényleg tematikáját tekintve hasonlóan. De tényleg sok helyen. Igazából a barátságotokra lennék kíváncsi. Hát ugye ti síjjel is együtt jártok. Arról is vannak anekdoták. Igen, most egy ilyen közepesen ideális helyzetben éppen csúsznánk lefele, és készülnénk, hogy még hármat csúszunk, mert ugye mi azt terveztük az Olival, hogy az nyilván látható volt, hogy ez a január-február, ez viszonylag kevésbé esélyes, hogy el tudjunk menni síjelni, de úgy voltunk vele, hogy akkor jó, akkor legalább a március 15-e környékén egy 3-4 nap, hát ha belefér, ugye Nassfelden, nem fér bele. Régen tavaly elmentünk oda Tomival, nem először, már ugye együtt sieltünk, bementünk a csodálatos felvonókba, ahol időnként ilyen 6-8 ember összezsúfolódott. Ez volt valamikor februárban, majd hazajöttünk és olvastuk, hogy az osztrák síterepeken kezd berobbanni ez az egész világot lassan eluraló járvány, és akkor mi arra jutottunk, hogy mi ott biztos túl is estünk rajta, mert hogyha ott volt valami, akkor az lehetetlen lett volna nem elkapni. Ugyan tünete azóta se nagyon volt egyikünknek sem, de hát igen, ezek a közös élmények, ezek megvannak, bár azért, tehát volt olyan, hogy nem egy szobában aludtunk, tehát azért az... Én nem voltam ott ezen. Nekem csak hoztak azt az italt, amit szeretek. Én nem is tudok síjelni egyébként. Azért nem tartok. Világ egyik legjobb dolga. Az én térdemnek nem biztos. Na jó, de te is tudod, hogy a hütte a... Hát a hüttében. Ott azért jó. Nem, ott azért elsíjelgetek persze. Igen, nem azért 90-nel lecsúszni a fekete pályán, azért...
úgy süvít a széles isakodba, hogy nem hallasz semmit, azért az... Össze-vissza törném magam. Nem, mert meg kell tanulni megállni, tehát ez egy titka. Nem fekete pályán kezdve. Azért mondom, a hütte sokkal biztonságosabb. Jó. Na most, ha már belekeverted a sportot, akkor picit beszéljünk arról, hogy azért ti elég... Jó, ritka téma mondjuk már. Igen, amellett, hogy ugye nagyon szeretitek, és ez a szakmátok, de hogy ez mellett azért sportoltok is rendesen. Most a Tomira és a Zolira szerettem volna. Akartam kérdezni, hogy nálad mizu sport tekintetében? Szumózni fogok a pandémia után. De még két évvel ezelőtt még eljártál néha focizni. Akkor csak még jó volt a térnem, csak kiment a térnem. No, kezdjük akkor veled. Aki nem volt, megvagyunk. Plátói a viszony a sporttal. Én fifázni nagyon, konzolon nagyon, nagyon ügyesen tudok. Menedzser? Futballmenedzser természetesen. Igen. Nem, nekem tényleg mikor volt? 3 éve volt, hogy kiment a térnem. Én eljártam rendszeresen, sokat fociztam amatőr szinten. Baráti társasággal, vagy haveri társasággal. És aztán csúnyán kétszer kiment a térdem, fájdalmaim voltak, nem esett jól a mozgás, és akkor így lettem nagyjából 110 kiló mostanra szerintem. Nem, de én nagyon szeretek sportolni, csak mondom, tehát fájos térdel azért kockázatos, meg úgy, hogy nem, úgy érzem, hogy nem bírja a testem gyakorlatilag most már a térdem, de hát majd elmegyek majd jól orvoshoz, és azért szeretnék visszamenni a focipályára, mert az hiányzik, meg hát érzem, hogy kéne valamit csinálni, hogy lejjebb fussanak a kilók. Figyelj, Liverpoolban most ilyen belső védőnek simán. Hát, jó vízilabdázó is lettem volna, ha tudnék úszni. Vagy ha leérne a lábam. Vagy ha leérne a lábam. Másik lehetőség. Nekem ennyi a kapcsolatom a civilként a sporttal, mármint sportot űző emberként, igen. Sportot nem űző emberként. Zoli, viszont ennél többet futsz. Ha jól tudom, és biciklizel hát is. Annál többet nem nehéz. Már csak többet lehet, ez alacsonyan biztos. Van a lét. Hát most már igen a futás, de egyébként a foci az nekem is az egész életemet végigkíséri, és pont hétvégén Fehérvár Csurgon voltunk, párommal sétálgattunk, és láttam, hogy az ottani óvoda, ami a templom mellett van, és így az Amerigo Tottnak a emlékhelyét kerestük, és óvoda van mellette, és láttam, hogy van egy ilyen kis mini műfűves dühöngő az óvodában, és pont mondtam a Krisztinek, hogy hát, ha nekem az óviba lett volna, hogy háló a kapun is, mert azok az első emlékem, hogy gyakorlatilag mi már az óvodában fociztunk. Az volt a mániánk. Mészáros Péter barátom, aki azóta aztán ilyen Cannes-i aranypálmás filmrendező lett, vele meg a tesómmal alkottuk mindig a csapatot, és állandóan fociztunk, és sírtunk az óvónéninek, hogy miért nincs kapu, akkor lett kapu, akkor miért nincs rajta háló, és akkor ez átment általános iskolába, gimnáziumba, osztályválogatott, sulis bajnokság, és még az egyetemen is, én bölcsészkarra jártam, de úgy emlékszem, hogy többet fociztam, mint órán voltam gyakorlatilag, állandóan meg a kollégiumban volt olyan társaság, hogy délután 3-kor valaki elindult az első emeletről, mire végigért a negyedikre összejött 20 gyerek, és akkor mentünk focizni, a PMFC pálya mögött volt a kollégiumunk, hogy oda jártunk be. És aztán, hogy visszakerültem Fehérvárra, akkor is most már több mint 20 éve baráti társasággal heti egy vagy két alkalom. Meg ugye Bauer Tibi, akit innen üdvözlünk, leigazolt a Mástésztában néhány évvel ezelőtt, ahol nagyon-nagyon hatékony peremjátékos lettem, gyakorlatilag egy jó időhúzó csere. Tehát mindig, tényleg egész életemben, most már majdnem 50 éve fociztam, és a futás pedig úgy jött be tényleg, hogy gyakorlatilag egyszer olyan az volt a motiváció, mint most a Krisznek, hogy úgy éreztem, hogy a fittség az jobb lenne, és elkezdtem, és hát azóta tényleg folyamatosan, most éppen megint benne vagyok egy ilyen felfutó korszakban, hogy a téli idő után tök jó kimenni. Fussál fel a Gellért helyére, szóval marha jó. A mély út a Velencén, ott amikor a Peti fiam kajakozott, és kijártam velük ez a téli futóedzésekre, és ott van a kicsit mindig ironikusnak éreztem, hogy mély útnak hívják, mert ilyen fölfelé. Na, azon fölfutni. Föntről nevezték el. Nem lehet ő. Hát ugye Kaufer Tomi, akinek innen is kiválunk jobbulást, kitalálta ezt a Bence hegyi futást néhány évvel ezelőtt, ami egyébként tényleg ilyen abnormális embernek az ötlete, hogy először lefutunk a Bence hegyről, és amikor mindenki marha jól érzi magát, akkor azzal a lendülettel visszafutni a Bence hegyre. Úgyhogy igen, ilyen őrű dolgok.
De hát mondjuk a mi, mert Krisztiánnal kismiskák vagyunk. Tehát na ezt akartam. Volt én sportoló. Te meg még örült ebben. És emlékszem az óvodában, volt egy vagdadi kislány, nagyon nagy, tényleg egyébként. Tehát, hova jártál? Így lettem triatlonos. Én a teipari óvodában jártam fönn Budapesten a 11. kerületben, ma már ABC van a helyén, mert majd a teipar, mint olyan, hogy a teipari vállalat már nincsen, utolsó ballagó ovis csoport voltunk, és ezzel gondolkoztam, hogy nekem mi az első emlékem, és például ez a bagdadi kislánya Szema, meg az, hogy autóztunk, meg volt egy haverom, és a TLX-es Dacia-t, meg a TX-es Dacia-t játszottuk el. Nem volt udvar tudni élék, tehát ez gyakorlatilag egy olyan óvoda volt, ahova én jártam, hogy ennek nem volt udvara, hogyha udvarra akartunk menni, akkor vagy játszótérre mentünk, vagy volt valami szomszéd óvoda, és amikor ők nem használták az udvart, nem messze, akkor lehetett menni. Tökéletesen sarctalan volt, hogy bármit is focizzunk. Hát, és otthon a lakótelepen sem feltétlenül fociztunk, ott is inkább ilyen... Emlékeztek a BMX banditák című fényre, és mindig azt játszottuk, mert bicikliztünk korbaszámban. Nekem én szerintem ügyesen fociztam még gyerekkoromban, mert nyurga voltam, gyors voltam, tudtam úgy cselezgetni, de hát én Érden nőttem fel, akkoriban azért a sport lehetőség elég korlátoltak voltak Érden. Másfél éve most is az. Valahogy visszacsúsztak, igen, ott a dolgok. De hogy akkor tényleg semmi. Tehát az óvodának volt egy játszótered, az mindig be volt zárva. Tehát úgy másztunk be, még ki nem zavarta. Igen. Mindegy, nem ezt akartam mondani, hanem én elmentem próbajátékra a Diósdi Torna klubba, mert mondták, hogy kell egy ballábas. Mondták, hogy inkább mégsem. Abból kettő is van, úgyhogy én elmentem. És úgy képzeljétek el, hogy lehet, hogy ott bicsaklott meg a focista karrierem, hogy mondták, hogy majd megnéznek az edzőmeccsen, ami majd nem sokára lesz, addig edzegessél. Edzegettem, és soha nem jött el az ellenfél. És egy pár év után meguntam, hogy én nem megyek többet. Hát egy rohadt edzőmeccset nem lehet lejátszani a csapatba, és akkor többet nem mentem. De sokkal hülyébb volt az én futballkarrierem végén. Egyszer, amikor gyerek voltam általános iskolás, akkor elmentem a... Most a karrierekről beszélgetünk. Nem létező. Tehát azt képzeljétek, hogy a Vidibe jelentkeztem, és akkor volt a legendás Guszti bácsi, aki tényleg mindenkit felfedez, és a tél volt, és ezért a akkori Münich Ferenc, ma ugye Tóvárosi általános iskola, város legnagyobb tornaterme, ott voltak az edzések. Két-három alkalom elmentem, semmi nem történt, csak bedobták közénk a labdát, és akkor ott rohangáztunk, fociztunk, a Guszti bácsi pedig így jegyzetelgette, és egyszer azt vettem észre, hogy megjelent ott a kis edzői szobában valami orvos kinézetű egyén, és én a fejembe vettem, hogy itt minket ilyen orvosilag vizsgálni fognak, meg kapunk valami oltást, és akkor azt mondtam, hogy akkor én ezt nem kérem, és nem mentem a következő edzésre, és még mielőtt bármi kiderült, hogy én egyáltalán tudok-e focizni, az én karrierem itt véget is ért. Megijedtem egy lehet, hogy nem létező orvostól. Na de Tomi, azért neked lett valamiféle kis ebből a BMX-ezésből. Valamiféle jelentéktelen triatlon vállalatot karrier, ne is beszéljünk kisebb róla. Kisebb fajta sikerek, mesélj erről. Hát mire vagytok kíváncsiak? Kérem? Hát mindenre. Ennyi műsoridőn nincs. Csak a szaftos részletek. Az edzőtáborok és a csajok. Hát egyébként viccet félretéve tényleg ugye mondhatom, hogy tehát mai körülményekhez képest az akkori az nem, tehát nem, tehát más volt, mint ma. Tehát akkor tényleg azt gondoltuk, hogy ilyen sportolók vagyunk. Hiszen tényleg erre tettük fel akkor, vagy úgy gondoltuk, hogy erre tesszük fel az életünket. Legalábbis én. És hát az, hogy tényleg, hogy megadatott, hogy válogatott legyek, az nekem egy óriási élmény volt, az, hogy kilettem világbajnokságon Svájcban, óriási élmény volt szintén, ami legfontosabb, és nekem az egy nagyon fontos, tehát mit tudom én, az olimpia után ilyen második állom volt, hogy hazai közönség előtt világversenyen, egy EB-n részt venni, ugye ez is megvolt, tehát én így ezzel tökéletesen elégedett vagyok. Viszont tényleg a élmény anyagban ez, ami összehasonlíthatatlan, én azt gondolom, hogy és nekem ezért a hiányérzetem sokszor a gyerekeimmel szemben, hogy látom rajtuk, hogy ők boldogok, meg szeretik azt, amiben vannak, de hogy igazából egyik sem egyelőre ez a sportalkat, tehát a Hanna már 13 elmúlt, a nagyobbik ő már nem is feltétlenül lesz, a kicsinél még van két hónapon körülbelül, hogy esetleg valami ebből legyen, de hogy egyébként óriási élmény anyagot ad az embernek, amire mai napig nagyon szívesen emlékszem vissza. Én nem tartoztam azok közé, elsősorban anyagi okok miatt, akik azt mondhatják, hogy bejárták a világot, de azért Európát igen, meg mit tudom, Észak-Afrikát, a
híres Tunéziának, híres Zserba szigetén is voltunk edzőtáron, tehát egy marha jó dolgok voltak. Tehát ezért az, amikor egy 14 éves gyerek közli benne az általános iskolába, vagy most akkor nem vagyok 3 hétig, mert megyünk Nizzába edzőtáborozni márciusban, amikor itt volt hó, meg itt tudom én, -8 fok. Szóval, milyen jó nagy kép. Mentünk ezeket, nem tudom. Gyerekek, nem jövő. Most megyek válogatóba, menjél a válogatókra, tudod. Csak a kisebbség, kisebbség. 3-3,5 a 20 fokban, szóval azért az... Azért az de egyébként az nagyon fontos, szerintem, hogy itt a Tomi mond, hogy én azt gondolom, hogy ő lehet, hogy ilyen ellentmondásnak tűnik, de ő a jó sportszülő, aki nem erőlteti a gyerekének a sportolását, azzal együtt, hogy az élete a sport, és én ugyanez vagyok, nekem 4 fiam volt, én, ha nekem valaki azt mondja, még mielőtt apa lettem volna, hogy lesz 4 fiad, akkor biztos eltervezem, hogy ez az minimum az egyik, az válogatott focista lesz, de legalábbis eljut olyan szintre, mert hát én annyira imádom a sportot, én annyira át fogom ezt adni a gyerekeknek, és még majd valamit örökölnek is, és mindannyian, mint újságírók, nagyon sok rossz példát látunk. Tehát annál borzasztóbb, amikor valaki azt mondja a gyerekének, hogy az, hogy mennyire sportolni, mozogjál, az oké, de amikor ennél feljebb lépnek, és elkezdik belelátni a gyerekbe azt, amik ők nem lehettek, amikor elkezdik elvárni. Meg akarod valósítani. Igen, hogy a gyerek csinálja meg azt, amit neked nem sikerült elérnem. És ha nem is ez, de hát azért tényleg legendás sztorik vannak, tényleg edzőpályákról, szülőkről, nagyon sok sportágban hogyan viselkednek, hogyan pakolnak rá borzasztó terheket a saját gyerekeikre. Úgyhogy szerintem ez az ideális, hagyni kell, menjenek, mozogjanak, élvezik. Ha valamelyik megtalál egy mozgásformát, akkor majd szeretni fogja, és tök mindegy, hogy nem él sportoló lesz belőle, hanem csak majd elmegy biciklizni vagy túrázni. Szerintem ez a legjobb. És az, hogy mondjuk valaki, aki korosztályos válogatott volt, mert a Tomi azért tényleg magas szinten sportolt, de mégis valahol a felnőttként nem tudta beteljesíteni ezt, akar, ez a legjobb, hogy ő nem mondja azt, hogy de az, majd akkor az én gyerekem, az majd megmutatom, hogy majd abból lesz olyan, unokák, aki... Unokák, majd az unokák. Igen, igen. Meg mások gyerekeink. Egyébként a feszültséget a gyerekek helyett rajtunk. Igen. Visszakanyarodva, hogy mások gyerekei, mert hogy ugye azért felnőtt fejjel csak eljutottál oda, hogy visszakanyarodtál ehhez a sporthoz, és hát még most is csinálod, meg hát az Albatriben ugye tevékenykedsz. Hát igen, bár az edzősködés az egyelőre még nem fogott meg, bár azért nem mondom, hogy néha nem fordul meg a fejemben, de igen, és pontosan ebből a fajta megtapasztalásból tudom mondani, hogy igen, egyébként borzasztó nehéz a szülőkkel, azokkal a szülőkkel, akikkel, ami Zoli is mondott, hogy tényleg többet látnak bele a gyerekbe, más látnak bele, türelmetlen. A kedvencem egyébként az a szülőtípus, aki sokat is lát bele a gyerekbe, sokat is akar a gyerekből, de ő maga, mint szülő, nem tesz mögé szinte semmit. Tehát, hogy jön a kifogás, hogy miért nem hoztam le reggel úszni, miért kell idevinni, miért kell odavinni, ugye ezt tudomásul kell venni, hogy azért van egy bizonyos kor, egy bizonyos érettségi szint, inkább ezt mondanám, amíg az, hogy mondjuk a gyerekből lesz-e sportoló, vagy nem, az a szülőn is múlik már abban a tekintetben, hogy a gyerek akarhatja, de néha megvannak azok a döccenő pontok, amikor a szülőnek át kell segíteni, amikor igenis föl kell reggel kelni vele, ilyen tekintetben borzasztó nagyot változott szerintem rossz irányba a világ, és baromira elkényelmesedtünk mi is, tehát hiszen mi is ebbe vagyunk benne, hát én reggel, tehát engem anyám minden nap, tehát én 13 éven keresztül 6-ra jártam úszni, minden reggel 5 óra 15-kor keltett. És az esetek egy jó részében, nagy részében ő vitt le, jó volt, hogy ő is úszott, de volt, hogy közben egyébként Budaörsön laktunk, és járt át Budapest másik oldalára, Nagy Tarcsára dolgozni, majd amikor én lenyomtam a sulit, meg a reggeli edzés, suli, délutáni edzés, akkor visszafelem meg össze tudod szedni olyan 7:30 magasságában a Népstadion mellett, most már Puskás stadion mellett, és nem is tudom, megvan-e még a Szoborpark, ott is edzettünk, tehát, hogy és ma meg nem látom valahol a szülők egy részét, tisztelt a kivétel, ezt a fajta elhivatottságot, hogy ezt mögé tegyék, de enélkül nincs, mert jön az a pont, amikor már egy gyerek, és ez lehet, hogy 16 évesen, lehet, hogy csak 22 évesen. Nekem van olyan volt csapattársam, akinek a legjobb tudomásom szerint még 32 évesen is pakolták a táskáját edzőtábor meg világbajnokság előtt. De hát ez mindenki jó, de ezzel együtt jó, hogy nem erőltetett. Szerintem kétféle szülői attitud van, az egyik, hogy én nekem is rossz volt, én bezzeg megtanultam gyerek, én tudtam, hogy...
Töltsél át, meg légy szíves, én is megittam. Nem ittam. Mind a kettőtöknek kell? Nem ittál vele? Én kérek. Nem ittál vele? Kérek. Nem ittál vele? Kérek. Nem ittam vele? Kérek. Szabad locsolni. Aline, jó. Mindjárt vissza, jó? Ne, hagyd el csak. Ez igaz. Figyelj, tessék. Nagyon. Már adékot kéred, Zoli? Persze, ha te nem iszol. Én nem iszom, köszönöm. Te tényleg vodkát kaptál? Akkor vissza. Én nagyon bírom, hogy ilyen lazák vagytok. Nálatok mizu? Akartam, na, hát köszönöm szépen. Ne, a beszéljen már. Tiéd az üveges, az enyém az csapos volt. Mi már vagy elrontottuk, vagy nem a gyerekeinket, de te még elméletben bármit. Tehát mi lesz nem a egyébként, mi lesz, mit fog sportolni? Fogalmam sincsen. De az biztos egyébként, hogyha a szülő nem nagyon rontja el ezt a kapcsolatot a gyerekkel, hogyha nem tesz rá nagy terheket, akkor biztos, hogy jó fog belőle kisülni, akár élsportoló lesz a gyerekből, akár nem, mert olyan tartást, meg szemléletet ad a gyereknek a sport, egyébként amiből mindenképpen és ez nekem szintén nagyon érdekes megtapasztalása volt a sportolói létnek, hogy amikor benne voltam, és főleg olyankor, mikor hiszen baromi nehéz volt, hiszen te hetente 10-12 edzés, normál időszakban, suli mellett, nyilván, amikor nincs suli, akkor még több edzés edzőtáborban, meg tényleg gyakorlatilag kis túlzással, látástól vakulásig, és azért voltak az embernek nehezebb pillanatai, és nagyon sokszor hallgattam azt, hogy mert majd, amikor ez rá fogsz jönni, hogy mennyit adott a sport, mennyivel vagy te, és utána ezt a szót, másabb, tehát mennyivel vagy te más, mint egyébként úgymond az átlag ember. És én mondtam, de hülye vagy, hát hiszen én most is mozgok átlag emberek között, hiszen az osztálytársaim például azok, de egyébként amikor kikerültem úgymond az igazi életben, amikor 21 évesen abban hagytam, 22 évesen abban hagytam, és utána elkezdtem dolgozni, akkor rájöttem, hogy egészen, hogy tök igazuk volt azoknak, akik ezt mondták, mert egészen más volt más a gondolkodásom, mint egy, és ezt látom egyébként a sportból normálisan kijövő volt mondjuk csapat vagy versenytársaim között, hogy egészen más a gondolkodásod, egészen másképp állsz hozzá bizonyos helyzetekhez, szituációkhoz, egészen más, hogy tudsz egyébként a célokért tenni, egyébként teszem hozzá szerintem, nagyon fontos lenne gimnáziumban sporttól függetlenül például gyerekeket arra tanítani, hogy fogalmazzák meg a céljaikat, és próbáljanak meg azért tenni, és ez, ami például baromira hiányzik, tehát most azt, hogy a hidrogénnak hány, mit tudom én, milyen van, édes, hát kit érdekel, ha nem tudja a gyerek, hogy mi akar lenni, mit akar csinálni, ez az egyik, ami nagyon fontos, és akkor még egy picit kanyarodunk ettől ebben a témában el. Csak baromira... van, tehát hidrogén az 8 betű, én erre... Gyorsan leszálltad? Most így van. Ez baromi fontos lenne, meg nyilván az, hogy picit megtanítani a gyerekeket az életre, a pénzzel bánni, az, hogy mit jelentenek a kapcsolatok, tötörök. Nem, tehát az a baj, hogy tényleg elkanyarodtunk most, hogy nagyon sok hülyeséget tanultunk mi is. Hát aztán most, amit látok a tankönyvekben, én magam sem értem. Egyébként szerintem egy másik nagyon fontos, a sport mellett, amit én egyébként nagyon régóta vallok, mert nekem is nagyon sokat használt, mert én amúgy egy nagyon gátlásos gyerek voltam. Tényleg. De jó, hogy nem volt való. És ezért vettem pedig fel. Tehát ez a hogy is mondjam csak, tehát egyfajta ilyen kis drámatagozat, ilyen drámaóra, mert ez felszabadítja az embert és a sport, mert szerintem ez is nagyon fontos, hogy merje kiállni. Kommunikáció. De arról nem beszél, hogy a drámapszichózis az marhára tud működni, és nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Hogy. És nagyon sok gyerek van az, aki különböző baromságokat visz magával, problémákat a biológiai hátizsákjába be az iskolába, és tényleg a helyet, hogy a hidrogénnek hány atomja van, vagy hány betűből áll a hidrogén, a helyet ezekkel kellene, vagy ezekkel is kellene foglalkozni. Erre sok minden lenne vel a sport egyébként, és alapvetően, amit a Tomi mond, szerintem tényleg két, én nekem is az jutott róla eszembe, hogy egyrészt valóban nagyon sok mindent meg lehet tanulni a sportból, és a sport által, akkor is, ha te űzöd, akkor is, hogyha másokkal vége, vagy atod át a tapasztalatodat. És ilyen szempontból is nagyon örülnék, ha például a gyerekeim rendszeres kapcsolatban maradnának a mozgással, a sporttal. Ugyanakkor meg lehet, hogy egy sportújságírótól ez furcsa, és lehet, hogy egyedül is vagyok a véleményemmel, de én kifejezetten örülök, hogy nem élsportolok. Tehát az élsporttól ma már nem azt mondanám, hogy tiltanám, mert tiltani senkit nem tiltanék semmitől, de nagyon, nagyon óvakodnék tőle, hogy az én gyerekeim mondjuk az élsportban, illetve a versenysportban mennék. Azért, mert akkor jó, maradjuk az élsport, nem a versenysport. Tehát az, hogy valaki mondjuk igazolt focista, vagy kézilabdázó, vagy atléta, vagy triatlonos, az tök rendben van.
Az élsport az nagyon olyan irányba ment el szerintem, ami olyan teljesítményt követel és olyan eltorzult gondolkodás ma már jelenik meg benne, ami nekem már nem. Tehát én azt gondolom, hogy torzít a mindenáron való győzelemre, a mindenáron való megfelelésre, a mindenáron való azt a színvonalat elérésre törekvés. Szerintem a lelket, de azért, a testet is egy kicsit torzítja. Most nem értünk egyet, de pont ez hiányzik szerintem. Igen, de ez azért pontosan ez a gondolkodás hiányzik szerintem az emberek 99,9%-ából, hogy mindig mindenből a maximumot, a legjobbat ki kell hozni. És az élsportról hát az igen. Ebben különbözik a... De nem tudja, Tomi, nem ezt a nézetet vitatom, hogy nem tud mindenki nyerni, és lelki megnyomorodást okoz, hogy nem tudod elérni a célodat. Az ember maximalizmusa az legyen meg. Én nem vagyok egy olyan típus feltétlenül, de ezt aláírom, hogy jó lenne arra nevelni a gyerekeket például, hogy akarjanak jók lenni, akarjanak megfelelni, de az élsportban előbb-utóbb szembesülsz vele, hogy 100-ból egy, és a 99-nek pedig ott marad az, hogy irtózatos munkát elvégezve, tested, lelked, pszichét nyomorító meló után nem éri el, amit akar. És most tényleg az élsportról beszélek, tehát nem arról beszélek, hogy valaki sportoljon. De egyébként ez azért is van, hogy fölfogd, mert csak az olimpiai aranyérmet ismerjük el teljesen. Most nem Magyarországról beszélsz. Magyarország. De egyébként más országban nem feltétlenül van ez szerintem így. Ugyanúgy tisztelik azt is, aki talán hatodik lett, és pont nem lett olimpiaiban. Én ugyanúgy tisztelem, vagy nagyon tudom tisztelni azt, aki hatodik lett. Nyilvánvalóan az, hogy mi is tiszteljük, csak nem érdekel. Persze, abszolút, amit a Krisztián mond, de ebben benne van, így van, hogy olyan célokat tűznek ki maguk elé, meg tűznek ki mások a gyerekek és a sportolók elé, amik eleve megvalósíthatatlanok, és nem találják meg azt az utat, ahol azt mondják, hogy jó, nem lettél első, nem lettél második, nem lettél nyolcadik se, de mindent megtettél, jó munkát végeztél, gratulálunk, teljes értékű ember vagy, ez hiányzik. Szerintem ezt egyébként házon belül, a kis műhelyben, vagy akár a válogatottnak, a szövetségen belül ez megvan. Az, hogy egyébként a magyar társadalom az úgy rendezkedett be az elmúlt, mit tudom, 50-60 évben, hogy csak az olimpiai arany, és 1954-et úgy éljük meg, mint egy tragédia, és keressük az összeesküvés elméleteket, ugye az elveszített második VB döntőn kapcsán, hogy ott ugye hegedültek, meg zenéltek előtte este, meg új cipő, meg mit tudom én, meg a Mercedesek, ez a baj, hogy igen, van egy ilyen társadalmi rögződés, ugyanakkor csomó minden. Csomó mindent meg nem kezelünk helyén, mert ezzel párhuzamosan pedig fölemelünk, és nem fogok belemenni, hogy fölemelünk olyan sportágakat, meg olyan sportolókat, akiket pedig nem lenne szabad olyan magasba fölemelni, ahol, és egyébként vannak olyan sportolóink, akiket pedig azt gondolom, hogy nem ismerünk el eléggé. Engem támaszt a szalá. Az is lehet torzít, ha valakit érdemtelenül felismer. Az a később lesz meg a torzhatás. Ezért mondom, hogy az élsport, az szerintem egy idő után már torzító hatású, de nem ez az egyetlen dolog egyébként, amiben köztünk tud vita lenni a kajzival. Mert hogy igen, és ez tök jó látni így kívülről, hogy hát ti mind a hárman nagyon beleláttok az egész sportvilágba, az egyiknek ez a véleménye, a másiknak az a véleménye, és ebből akartam kérdezni, hogy ez az indítatás, hogy ti ennyire látjátok a sportot gyermekkorotok óta, te hogy benne voltál, ebből jött a sport szeretete, illetve ennek a szakmának a választása, amit most tűztök? Hát ez egy jó kérdés. Az indítatásokról beszéljünk egy picit, mert már nincs sok idő. Én vagyok a legfiatalabb. Nem át, tényleg? A fiatalabb vagy a Krisztiánnál? Persze. Krisztián már 40. Akkor a kinézetre voltam. Mi 40? 69, nem? Na jó, most megyek ki. Taknyosok. Kezdj nyugodtan. Nem, mert tényleg kezdj a legfiatalabb. Komolyan. Nekem nyilván. Mennyi vagy? Most mennyi? 37 leszek májusban. Éjtes Istenem, komolyan. Van egy kamera 10-én, tehát május 10-én, csak aki esetleg gondol. Remélem, akkor már tudunk bulizgatni. Jó lenne. Én már Michel Platini 84-es EB dicsőségét ünnepelt, amikor ő megszületett. Tehát hagyjuk is. Én egyébként, nálunk apám az válogatott gyalogló volt, anyám mi az MB? Én is. Kettes. Te is? Nagyon sokat gyalogló. De van egy ilyen sport. Ja, hogy van. Anyám MB2-es kosaras volt,
a nagyszülei, tehát a nagyanyám is, a nagyapám versenybiciklizett, meg járásba futballozott is egyébként, öte óriási sztorikat hallgattam. Tehát én gyakorlatilag innét hozom magammal már eleve. És tényleg ami sportközvetítés annak idején mehetett, az megvolt. Tehát én emlékszem, amikor Szöulba fölgyújtották a galambokat, pedig 4 éves voltam, és tényleg Barcelona már nagyon megvan, Atlanta az meg gyakorlatilag nem volt perc, amit a magyar TV közvetített, és én eláttam volna. Tehát ez így jött folyamatosan, és nyilván, amikor még az embernek, vagy egyáltalán a világnak alacsonyabban volt az inger küszöb, addig bármilyen sport ment a tévében, még snooker is, azt is megnéztem. Ma már nyilván nincs itt, tehát ma már BL meccseket tudok kihagyni, mert kit érdekel a City Mönchengladbach mérkőzés. Ugye ez volt tegnap. De Budapesten játszották, könyörgöm. Bizony. Hát itt a mi fővárosunk legszebb stadionjában. Hát de tényleg. Jó, oké, ennyi, de... Azt mondta Gárdiel, hogy olyan a szőnyeg, hogy igen. Angliában nincs olyan. Igen. Ennyi lehet róla már. Igen. Tehát főleg, ha leesik a szendvics, én elhiszem, de ma már nincs. Szerintem ti is így vagytok ezzel, hogy akár 20 évvel ezelőtt sokkal többet néztetek arányaiban, mint most. Ez hát biztos. Több időnk volt. Igen. Nagyon érdekes, hogy ahogy elkezd rázúdulni az emberre, nyilván a sivatagban becsüli meg az ember a vizet is jobban, nem ott, ahol egyébként a Niagara rázúdul. Most találtad? Hát mindannyian emlékszünk még arra az időre, amikor nagy dolog volt, hogy tudtad, hogy melyik adón megy egy meccs, vagy hogy valahogy utol hát, tudtál érni valahogy. De te gyártottál még úgy összefoglalót, nem? A TV2-nek, hogy... Hogy nem lehet minden a kamerával a meccsen, igen, ezek ilyen legendás sztorik voltak. Szóval nagyon nagy az információ özön, és nyilván ezt nem tudja egy ember már, még a sport szeretők sem ilyen szinten befogadni. De egyébként biztos, hogy három különböző példája vagyunk arra, hogy honnan jön az emberbe valóban a sportszeretet, mert például az én családomban nem volt sportoló, ha jól tudom, vagy élsportoló pláne. Apukámnak a nagybátyja, aki talán ő se ismert, volt híres ilyen kardvívó mester a német válogatottnál, meg mindenféle nagy egyéniségeknél, de hát az engem semmennyiben nem befolyásolt. Mégis apu annyira szerette a sportot, ő elvitt minket valamikor óvodás korunkban egy vidi meccsre, ezt megjegyeztük, és aztán mellette mindig volt egy másik ember, ugye a testvérem, az ikertesóm, akivel nekünk a sport lett a közös nyelv. Azt játszottuk, azt csináltuk, azt utánoztuk, a tévéközvetítést, az újságcikket, a rádió, úgyhogy gyakorlatilag a sport imádata az valahonnan onnan jön a gyerekszoba padlójáról, anélkül, hogy én közvetlenül sportolói befolyás alá estem volna. De azért így ketten a tesóddal megfordultatok. Régen nálunk is így együtt, nem is tudtuk megkülönböztetni, hogy melyik őtök melyik, még most a régi archív felvételeket. Most is azt hiszed, hogy az Oli van. Régi archív felvételeket nézve sem tudjuk néha, hogy melyik őtök melyik, de az országos tévékben is megfordultatok. Hát ez egy nagyon nagy ér, tehát amit mondjuk egy Kajzi, vagy bárki, aki komoly szinten sporttól kitűz magára, és mondta, hogy ő is elérte, amit igazából szeretett volna, én elmondhatom ugyanezt arról, amit sportriporterként szerettem volna, mert azért több olimpián voltam, labdarúgó VB-n, bajnokok ligája döntőt közvetítettem, tehát mindazt, ami miatt azt mondaná az ember, hogy hú, mekkora dolog sportriporternek lenni, de mégiscsak a Szolnok Alba meccsek maradnak emlékezőmesek. Arról nem is beszélve, igen, néhány jó kis szurkolói interakció és közvetlen kapcsolat a szeretett közönséggel. Úgyhogy igen, és mondom, mindez onnan indul, hogy az ember gyerekként elkezdi a játékállatait gardírozni a padlón, mert akkor még PlayStation se volt. A mi időnkben, meg a hideg salakot ettük reggelire. Akár Chris meg attól, hogy került kapcsolatba. Olvasott egy ilyen hirdetést. Nem is tudtam olvasni. Sportriporter kereste. Krisztián nem is szereti a sportot, csak muszáj neki. De én emlékszem, amikor ti kerestetek egyébként. Lehívtuk az utcáról. Amikor ti kerestetek, arra emlékszem, és megmutattál. Téged nekem kerestünk? Nem, téged kerestek. Ja, és megmutattak engem? És mit szóltál hozzá? Hát nem tetszett. Amit láttam, hallottam. És még ő volt a legjobb képzeltet. Szóval neked honnan? Az indítatás. Az indítatás. A hirdetésünket. Nem, hát nem tudom. Nekem voltak társasjátékok, volt például lóverseny társasjátékok, színes dobókocka, színes lovacská. Igen. Piroska, sárgácska, zöldecske, és én órákat tudtam ezzel játszani, úgyhogy közvetítettem, hogy ki vezet. Hótunalmas volt valószínűleg mai fejjel, de én ezt csináltam, elkezdtem gonfocizni, közvetítettem a saját meccseimet. Sokáig nem fordultam meg foci meccsen, tehát így test közelből nem
éreztem, nem láttam nagy sportolókat testközelből se pályán, csak így ez így bennem volt. És a Puskás Akadémia Cságvár felkészülési meccs volt. Igen, hát ha azt láttam volna, biztos, hogy... De nem, mert egyébként a vasút is nagyon érdekelt meg a közlekedés. Mert hogy az kézzel fogható. Illet BVSC szurkoló. Egy vonat. Kettő volt ilyen. Nem, és akkor így mentem el vasutas iskolába. Hál' Istennek ott... Mozdonyvezető akartam lenni. Milyen jó, hogy nem lettem. De aztán igazoló órán megszerette József Attilát, és rájött, hogy ez így nem fér össze a kettő. Igen, akkor már rá kellett volna jönnöm, mert irodalomból, meg magyar nyelvtanból vége elég jó voltam. És minden, ami kellett mondjuk egy műegyetemhez, abba borzalmasan gyenge. Tehát fizikából egyszer pótvizsgázni kellett mennem. De én erőltettem a műegyetemet. A szüleim mindig mondták, hogy teljesen felesleges. Igazit válasszál. Igen. És akkor ezzel egy erőlködtem egy darabig, és utána meg elindult Érden egy kereskedelmi rádió, és akkor ott a pont sportszerkesztőt kerestek. És akkor bementem, és akkor beszéltem Mihály Schumacherről, és azt mondták, jó, gyere, akkor mondd a sporthíreket. És akkor mekkora mázni, hogy érdekes sportszerkesztőt kerestek. Kerestek volna egy kertész szakértőt, akkor a Krisztián. Igen, akkor most kertész vagyok. A tavaly az lettél, nem? Mi tavaly? Mikor? Még kinek a kertjében voltam? Hát nem, tavaly az első pandémiás időszak alatt, hát akkor voltam, te kaptad a mezőgazdasági anyagokat azon egyébként a héten, amint te dolgoztál. Nem, én egyébként méretetlenül szerencsésnek tartom magam, hogy olyan dologgal foglalkozom. Én nem tartom magam egy egyetlen nagy spillernek, meg sportszakértőnek, meg hát hol vagyok én az Olihoz képest, BL döntő olimpia, életemben nem fog ilyenekre eljutni. Ez teljesen nyilvánvaló. De majd az üres puskásba rendezik, sportriporterként. De nagyon-nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy azzal foglalkozhatok, amit nagyon szeretek, és közel lehetek, találkozhatok sportolókkal, akik nekem sokat jelent. A mai napig gyerek tudok lenni, ha ott egy focista. Nyilván nem csinálok vele szelfit, meg nem kérek autogramot. Hokisokkal is így hokisok, bármilyen sportoló, de hogy az nekem nagyon-nagyon tényleg nagyon sokat jelent. Ezt azért meséljük bár el, de tényleg a hokifóbiáját. Hokifóbia. Az egyik első fejlődő. Én nem tudom, mert én ott ugye annyira nem voltam magam. Objektív okokból nem emlékszel. Igen. Ezt nem tudom. Ezt a Bajzi tudja jól elmondani. Hát jól nem tudom elmondani, mert aztán... Két percbe belefér, mert annyi van az adásból, de nagyon kíváncsi. Semmiért a Krisztiának az első itteni karácsonyi bulija, és nyilván akkor tényleg a pohárban nem csak víz volt, és ugye elmentünk tovább a hát ma már nem működő Dutch City-be, és ott valahogy egyszer csak a Krisztiánra rájött egy ilyen skizofrén jellegű roham, hogy úristen, itt biztos vannak jégkorongosok, és őt megfogják el. És utána eltelt egy kis időszak, mire egyrészt meg lehetett vele beszélni, kettő ki lehetett küldeni jégpályára interjút készíteni. És azóta se verték meg a hokisok, de kedves hokisok, ha valaki esetleg. Igen. Hát most ki tudja, tényleg most söpréssel kiesnek, milyen hangulatban lesznek a volánosok. Hát majd megírjuk nekik, hogy te megmondtad. Még annyit áruljatok el itt a műsor végén, hogy kinek melyik a kedvenc sportága, vagy melyik műfaj az, amelyiket a legjobban kedvelitek, vagy tudnátok egyáltalán válogatni? Foci. Én szerintem mindenkinek a foci titokban. Akinek nem, azt úgy. De nagyon sok minden mellé oda kerül, a kosárlabdát legalább annyira szeretem közvetíteni például, és most már meccset is szerintem többet látok, mint focit, de hát az emberben az örök foci imádó az mindig benne marad. Neked talán az öttusra, ugye? Én nyilván a foci szerintem, aki sportot szereti, az valamilyen módon kell, hogy szeresse, tehát nyilván a foci, de emellett a technikai sportok, tehát a rally, a Forma 1, a túrautó, a hosszú távú versenyzés, tehát hogy azért a technika... És abban tényleg az, mert érted, és nagyon szeretem a jégkorongot is, de bemész az öltöző elé, ott egészen más illatok jönnek, mint egy rally verseny, ahol magadba szívod, és annyira fog hiányozni, amikor már csak elektromos autók lesznek, és nagyon fogom utálni egyébként, és ma is tehát utálom, hogy elektromos autók vannak és lesznek. Tehát a benzingőz, tényleg, hogy ég a gumi és a benzingőz. És a Lauda. Ennek az egyvelege, mint illat, tehát hogy az, ami olyan szinten tud csodás lenni, és ezért szeretem például, bár a Fehérvár Ralliból baromi keveset látok, de amikor van benne a városban ugye a nézők szórakoztatására a szuper speciál, hogy ott tényleg az úgy együtt, az a nyár,
Fehérvár. És amikor nincs se foci, se autó, akkor szereti a férfi műkorcsolyát. Csak ezt ritkán vallja. Nem, egyébként még Kajzira rácsatlakozva, ha van rá idő. Persze, hogy van. Hogy én nekem megvan az a képességem, hogy azért a sportágak többsége az a varázsa alá tud engem keríteni. Tehát nekem mindegy, hogy milyen eseményen vagyok, egy gyulai memoriál, amikor ott vagyok, és akkor nyarajt meg. Tehát ez jó, egy jó kis biatlon verseny a tévében. Én szeretem. Nagyon jó, jókat, a lesiklás is olyan jókatok aludni. Megnyugtatnak engem ezek a téli sportok. De én most nem sírtam, amikor januárban elkezdtem nézni megint alpesi sívilákupákat. Nem, hát, jók azok. De jó. Hát de ott kéne lenni. De úgy megnézni, hogy a fekete pályán 80 és alszik. Nekem megvan ez a képességem, igen. Fiúk, hamar elröpült ez az 50 perc. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meséltetek. Még egy csomó mindent akartam kérdezni, úgyhogy szerintem majd még egyszer visszavárlak titeket, és azt legközelebb te jössz hozzánk a kezdőkörbe. Jövök a kezdőkörbe, kezdőkör minden kedden. Az 5 órás éjra. Nem, 7-20-kor van tényleg, 7-20-kor. Jó, mondjuk én ott nem leszek ott, tehát úgy számolj, mert ez a kettejét műsor. Leszel még ott is. Nem, de amikor te ott leszel, akkor nem leszek ott. Annyi záró gondolatot szeretnék még mondani, hogy azt tudom és látom rajtatok, hogy nagyon hiányoznak a sport közvetítések, a sport események, úgyhogy reméljük, hogy minél hamarabb lehet benne részetek, és hát maradjatok mindig ilyen vidámak, jókedvűek. Köszönjük, nem víz lenne a pohárban, de egészségetek. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!